És starter indult a 2021-es két évesek kritériuma. Jó sikerült az egész mezőnynek az indítás. Mágnás Miska az, aki remekül kezd, és elmegy vezetni. Mágnás Miska mögött ott van a szlovák színekből futó Bohumecs, mellettük pedig a favorit régi Csibész Master of startja, és remekül sikerült a folytatásban. Érkezik Felicita Girl, Spartan Devil, Venus, Victrix, illetve Juno a sor végén erősen fogva. Teljesen együtt galoppozik a mezőny, és már is gyakorlatilag az utolsó 1000 métert fogják kezdeni. Zsinóval voltak problémák ott az átjáró környékén, de összességében az egész mezőny sikeresen tudott átjönni rajta. Egyetlen egy kivételt látok, Master of Winről van szó, akinél némi szerszámban esett történetet, kijött Nagy Tamásnak a lába a kengyelből. Vezet mellett közben még mindig Mágnás Miska, mögötte Bohumecs, régi Csibész, Spartan Devil zárkózik egyre jobban. A falon Venus, Victrix, Felicita Girl, Juno, és próbál visszajönni a versenybe Master of Wind, kicsit azért nyilván nehezebb így most már a helyzete. Mágnás Miska folyamatosan tartja az előnyét, és ez most már az utolsó 500 méter, teljesen együtt van mögötte a mező. Régi Csibész még nem indították el, a szlovák Bohumecs is remekül tartja magát, Spartan Devil is remekül jön. Master of Wind ismét megjelenik a frontba, Felicita Girlt már lovagolni kell. Hárman, négyen szinte teljesen együtt. Mágnás Miska mellett most már régi Csibész nem tud jönni. Bohumecs, Spartan Devil elindul. Jönnek tehát úgy tűnik a favoritok. Mágnás Miska azonban még mindig vezet régi Csibésszel szemben, sőt, Mágnás Miska még simán rá tud tenni egy lapáttal. Ők ketten távolodnak a többiektől. Mágnás Miska Martin Lobével nagyon-nagyon erős, régi Csibésznek nincs esélye ellene. Mágnás Miska pályafutása második versenyében a kritériumban nyerni tud. Régi Csibész a második, Spartan Devil a harmadik, negyedik Felicita Girl, ötödik Master of Wind.